Sziasztok, Andi vagyok, és üdvözlök benneteket egy újabb videóba. Bukó videó következik, mert hogy leadtam három rendelést, szinte három napon belül, amiből egyébként még csak egy érkezett meg, össze akartam várni őket, de sajnos a paketta most nem nagyon teljesít. No mindegy, azért reméljük, hogy majd ide érnek ezek a rendelések is, akkor lesz egy újabb bukó, de most akkor megmutatom, hogy mit vásároltam. Per érkezett pár recenziós csomag is hozzám, úgyhogy ezeket is megmutatnám most. Nem ígérem meg, hogy visszakeresem azt a videót, amiben azt mondtam, hogy idén tervem, hogy nem vállalok sok recenziót, mert nem akarom túlvállalni magamat, szeretnék jobban fókuszálni, hogy olyan könyvekkel foglalkozzak inkább, amik tényleg érdekelnek, és nem feltétlen azokkal a könyvekkel, amikre recenzori lehetőségem van, ugye ez egy két külön dolog. Ezt egyébként nagyjából jól is tartottam az év nagy részében, majd így az ősszel borult fel minden. És van egy barátnőm, aki szintén egyébként recenzor, és vele szoktunk erről beszélgetni, és mondtam neki, hogy de figyelj, de szerintem nem az van, hogy mi akarunk most hirtelen sokat, hanem fejnehéz lett ez az év. Minden, ami izgalmas, nagyrészt most jött ki. Nyilván ez részben azért is törvénylik. Pontosan az új törvény miatt nyilván voltak olyan címek, amiket a kiadók direkt az árkötöttség törvény előtt ki akartak hozni. Teljesen érthető, az éveleje uborka szezon, amit én nem értek, de mindegy, ott soha nem jelenik meg kb. Semmi. Akkor még a könyv hét körül még ugye volt egy dömping, de őszintén egy ideje azt érzem, hogy egy rakat dologgal akarok foglalkozni, úgyhogy borult ez a fajta vállalásom, illetve a másik dolog, ami miatt nálam borult ez az egész, hogy olyan kiadók jöttek be a képbe, akikkel így eddig nem terveztem, mert nem ismertem őket, vagy nem álltam velük kapcsolatba, és nyilván nem akartam azért nemet mondani új és jó pofa lehetőségekre, mert hogy megfogadtam évelején, hogy az XY kiadókkal eddigi együttműködésen be vissza akarom fogni, értitek, a recenziós példányokat. Tehát például egyáltalán nem számítottam ugye a Csimota könyvkiadóra, akiknek még mindig csak harsogni tudom, hogy a Párhuzam az egy annyira klassz kis kötet, roppant örülök, hogy belőle lett példányom, és hogyha nincs a recenzori lehetőség, elkerült volna ez a könyv, és ez nagyon nagy hiba lett volna, mert ez egy nagyon addis kötet. És a Five Panels kiadó is lehet, hogy elkerült volna, mert hogy velük eddig nem voltam kapcsolatban, ők egy kicsi hazai képregény kiadó, 2010 óta léteznek egyébként, és azt olvastam a honlapjukon, mert egyébként szoktam ilyet csinálni, hogy így kattingatok és bemutatkozó részeket szoktam olvasni. Kifejezetten magyar alkotóknak akartak online és per nyomtatott lehetőséget biztosítani, és van is nálam most négy kötet, amit tőlük kaptam meg recenziós példányba, egytől egyig magyar szerzős kötetekről van szó. Magáról a kiadóról így tudtam, hallottam, mert a Coven kötet volt a kezembe, Fanninak volt egy példánya, és amikor nála voltam tavaly vagy tavaly előtt, akkor beleforgattam, tök tetszett, az egy ilyen boszorkányos gyűjtemény, több szerzőnek az alkotása van benne, tehát azt nem mondanám, hogy ők teljesen újak számomra, de eddig kapcsolatom nem volt velük. És kaptam ajánlót az egyik videóm alá a bossis könyvekhez kapcsolódóan, hogy esetleg Ray Hendersonnak a The Devil's Daughter kötetei érdekelhetnének engem, mert hogy ebbe a bossis témába tökre jól bekapcsolódnak, úgyhogy itt vettem a bátorságot, és írtam a kiadónak, hogyha esetleg látnak bennem recenzori partnert, akkor nagyon szívesen fogadnék példányokat tőlük, és ezáltal ez egy lehetőség számomra is, hogy ismerkedjek ezzel a kiadóval. Ray Henderson munkásságát tudtam, hogy egyáltalán nem ismerem, úgyhogy abszolút ezek a kötetek lesznek a nagy ismerkedéseim. Attól egy nagyon picit félek, hogy fekete-fehér rajzolásúak ezek a képregények, és a fekete-fehér rajzolással picit hadilábon állok, de ez a bossis téma egyébként kicsit azért megszólított, úgyhogy jól érkezett az ajánlás. Ez a szellemkutya remélem szerepelni fog. Hát ez Vieri. Kicsit emlékeztet a Luigi Mansion-ös szellemkutyára. A történetünk főszereplője Suzy, akit nagyon érdekli a mágia, és egy ponton véletlenül megidéz egy szellemet, egyelőre ennyit tudok, és ő itt a folytatás. Most vettem észre, hogy kaptam könyvjelzőket is! De helyesek! Ennek a borítónak a színvilága egyébként annyira tetszik, tökre sajnálom, hogy nem színesek, mert nagyon olvasnám így is. Ez egy kicsit ilyen kékes-sötétebb, ugye, de ez a lilás, ez nagyon, nagyon bejön. Ray Hendersontól kaptam még egy példányt, ez a Herman 1, és egy molyos értékelésben ennyit láttam félszemmel, mert én csak félszemmel olvasok molyos értékeléseket, mert félek, hogy látok olyat, amit nem akarok. Szóval, hogy félszemmel láttam egyet, hogy ez egy kicsit ilyen pasisabb vonalat képvisel, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen kontrasztba lesz ez így a Devil's Daughter kötetekkel. Ez valami középkori lovagos dolog lesz. Több bizonyíték a középkori lovagos dologra. A negyedik kötet, amit kaptam, az a Halál és az iránytű, a titkos társaság, ő egy Koska Zoltán kötet.
és ő viszont ismerős számomra, mert hogy... Nem? A másik. A Cicero kiadónál megjelent Átváltozások antológia első kötetében van egy Koska Zoltán rajzolás. Ez a legelső, elég rövidke rajzolás volt egyébként, vagy képregény. Úgyhogy legalább az ő nevével már találkoztam, kíváncsi leszek, hogy ez a kötet milyen lesz. Ehhez annyit tennék még hozzá, hogy kiszúrtam, hogy Jorge Luis Borges novelláihoz készültek lényegében ezek a képregények per rajzolások, úgyhogy nem tudom, hogy így hogy fog érinteni ez a kötet, megpróbálkozok vele. Nem én választottam egyébként ezeket a köteteket, ez volt a felütése igazából a levelezésnek, hogy akkor ajánljanak ők, és ugye a Devil's Daughters az szóba került a bosszis dolog miatt, és őt kaptam még, meglátjuk, hogy mennyire éreztek rá, vagy sem, hogy ez nekem bejövős lesz-e, vagy sem. Ők voltak tehát a Five Panels képregényeim. A rendelés, amit leadtam, az a gabó.hu oldalán történt kettő okból. Az egyik az az volt, hogy szerettem volna, hogyha az Újságos Lányok sorozatom teljes lesz, ezért meg akartam venni a hiányzó részeket. És amint kiemeltem a csomagból a képregényeket, egyből leesett, hogy Andrea, ez már megvan. Ahelyett, hogy megvettem volna a második, harmadik és negyedik részeket, amik hiányoznak, sikeresen megvettem a harmadik, negyedik, ötödik részt, és az ötödik így duplán van meg. Soha nem néztem még be így semmit. Én nem értem, mi történt. És mondom, amint kiemeltük az egész csomagot, még nem is láttam a példányokat, akkor egyből esett, hogy nem hiszem el, az ötödikből duplát rendeltem. Milyen jó, hogy láttam ezt a rendelést, hogy teljes legyen az Újságos Lányok sorozatom, és nem teljes. Ezt a sorozatot egyébként nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy majd nyilvánvalóan be fogom szerezni a második részt. A másik ok, amiért rendelni akartam a Gabó kiadó oldaláról, az az volt, hogy megjelent egy új Kleinhans Csilla kötet, ez a Szavak és Árnyak. Kleinhans Csilla és Uzsika Norbert jegyzi, ez egy nagyon érdekes album, mert fényképek párosodnak össze lényegében szövegekkel, vagyis szerintem a fényképek voltak először, és úgy jöttek hozzá ezek a rövid történetek. Azért gondolkoztam azon, hogy meg akarom elvenni ezt a kötetet, mert nagyon szeretem Kleinhans Csilla írásait, de azért ez egy teljesen újfajta terület számomra, nem csak így Csillától, hanem ez az egész, hogy képekhez írott szöveg, rövid próza. Én szeretem a rövid prózát, de nem pont szerintem ebben a formában, de hát Csillának van egy új kötete, és így őszintén, amikor így bepakoltam a gabós kosárba, hogy miket akarok megvenni, akkor azt éreztem, hogy egyébként ez már nem osztoroz lényegében a rendelésen, tehát miért is ne vehetném meg Csillának az új kötetét, úgyhogy ez volt a két nagy indok, hogy miért rendeltem a Gabó kiadótól. És amikor találkoztam Csillával a könyvfesztiválon, nagyon rövid ideig futottunk csak össze, akkor így egyből megvolt bennem ez a gondolat, hogy jaj, de jó, hogy megvettem az új kötetét. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért egyébként, de megvettem. Na de hát ismertek itt már annyira, hogy tudjátok, hogy Andi mindig ingyenes szállításra törekszik, mert hát... Ahogy azt mondtam a könyvfesztiválos videóban, ha valami ingyen van, akkor azért én fizetek. Ebben az esetben könyveket vásároltam az ingyenes szállítás érdekében. Semmi újdonság nincs ebben. Megvásároltam Rusvai Monitól a Kígyók országát, amitől én távolságot tartottam tavaly, amikor megjelent ez a kötet, nem ismertem recenziót vállalni belőle, mert a szerzőnek az előző regényét olvastam, és kevésbé szerettem sajnos. De itt bejön egy olyan csavar, hogy Katival beszélgettem, tudjátok, a marketinges munkatárs Kati, valakit ismertek a csatornáló, vele van egy nagyon jó beszélgetés. Igen, még párszor el fogom mondani, egyébként nagyon szeretem Katit, szeretek vele beszélgetni, van vele beszélgetés a csatornán, ez itt szépen körbeért. És most már tudtok a kötelezőket szabadon projektről is, amit meséltem Katinak, és ő Rusvai Mónit ajánlotta, mint beszélgető partner, viszont bennem van egy ilyen tartás, hogy rosszul érzem magam amiatt, hogy nem tetszett az előző írása, és még nem adtam esélyt az új írásának, és ezért kialakult bennem ez a nagyon fura kötöttség, hogy először meg kéne próbálkoznom az új regényével, és inkább utána felkeresni őt, ha úgy döntök, hogy tényleg felkérném egy kötelezőket szabadon beszélgetésre. Így vettem meg a Kígyók országát, amit egyébként nagyon sokan szerettek a videósok közül, tehát alapvetően már így gondolkoztam rajta én is, hogy lehetséges, hogy meg kellene próbálkoznom vele. Tartok egy kicsit tőlem, mert ha jól emlékszem, akkor ilyen világháborús időkben játszódik, és ez így nem az én világom.
meglátjuk. Úgy voltam vele, ha más nem támogattam egy magyar szerzőt, és a másik magyar szerző, akinek megvásároltam a kötetét, az Puska Veronika, ez a vétett út. Őt sem mertem recenzorként bevállalni, amikor megjelent, pedig érdekelt a története, pont Csilla mesélt egyébként erről a kötetről a csatornán még megjelenés előtt, és akkor most szintén ilyen magyar szerző támogatásos fennhanggal úgy voltam vele, hogy akkor most megrendelem, megpróbálkozok vele, ha más nem támogattam egy magyar szerzőt. Ő egyébként egy urban fantasy és Magyarországon játszódik, és állítólag jó humoros is. Meglátjuk. Általában én a Gabót és a Cicero kiadót szoktam emlegetni, de ők ugye a Talentum Kft-nek a kiadói csoportjába tartoznak, és ide tartozik a Troubadour kiadó is, akiktől még eddig nem volt példányom. Van nálam egy másik, amit most nem mutatnék meg, mert azt tartogatom egy másik videóra, viszont mikor megláttam, hogy van 1001 éjszaka meséi Troubadour kiadás, és megláttam ezt a borítót, hát mondom, nekem ez kell. Ebben csak részletek találhatóak az 1001 éjszaka meséiből, és egyébként én nagyon keveset tudok erről, és már a Dévabád óta természetesen gondolkoztam azon, hogy kéne olvasni az eredeti szövegből, úgyhogy megvettem. Olyan szép. Ezek érkeztek a csomagban részben. Tehát vásároltam 3 újságos lányokat, 2 magyar szerzős regényt, 1 magyar szerzős albumot, és ezt a kis 1001 éjszaka mesét. Viszont pont megjelentek olyan Gabós kötetek, hogy Kati kérdezte, hogy átvenném-e őket a könyvfesztiválon, és írtam neki, hogy figyelj, van egy csomag, ami majd érkezik, akkor még náluk volt a raktárban, mert Csilla kötete akkor még nem jelent meg, és kértem Katit, hogy ha tudja, akkor ebbe a dobozba rejtse bele a recenziós példányokat. Így érkezett meg hozzám a 2 recenziós példány, amit vállaltam a kiadótól, az egyik az a Távolűr. Nem hiszem, hogy meglep benneteket ez a 2 cím, mert hogy a könyvfesztiválra készülős videómban egyébként benne voltak. Ez egy N.K. Jemisin képregény, ami ugye úgy pontos, hogy N.K. Jemisin írta a szöveget, és Jamal Campbell pedig a rajzoló. Eszti az egekbe dicsérte ezt a képregényt, én pedig szoktam olyan képregényeket olvasni, amiket Eszti az egekbe dicsér, ez ennyire egyszerű. A DC világához tartozik, én meg egyébként nagyon kis beta DC-s vagyok, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, meg Marvel-es nem vagyok benne ezekben a világokban, de szeretek képregényeket olvasni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, amire Eszti azt mondta, hogy igen. Meg N.K. Jemisint egyébként szeretem. A színvilága nagyon izgalmas, azt tetszik. Első ránézésre a rajzolása is tetszik. És nem nagyon tudok többet egyelőre. A másik recenziós példányom pedig az új Jonathan Strahan Skiffis antológia, amire közös olvasást tervezek egészen sok emberkével. Van, akit nomináltam, valaki megjelentkezett. Az a tervem, hogy még nem tudjuk, hogy mikor, de hogy ilyen heti egy novellákat olvasnánk együtt, mert én azt gondolom, hogy egybe antológiát lenyomni nem mindig esik jól az embernek, és egyébként szeretnék többet beszélgetni a rövid prózáról. Egy időben gondolkoztam is ilyen típusú projekten, de mint tudjátok, a kötelezős projekt indult el, hogy a rövid próza az még úgymond várat magára, és ezzel ez a tervem nagyon érdekel, hogy 2024-ben milyen írások kerülhetnek be egy ilyen antológiába. Ez volt tehát a Gabós csomag, benne vásárolt és recenziós példányok, és érkezett még egy recenziós csomag, ez egészen friss, úgyhogy gondoltam, hogy ezeket a köteteket is megmutatom nektek. A Kossuth kiadótól érkezett 2 példány, íme itt vannak, és nézzétek, kaptam egy példányt a Romantikus Pasik könyvklubjából, ezt emlegettem szintén a könyvfesztiválra készülős videóban, hogy szerettem volna belőle példányt, de a kiadó akkor azt írta, hogy nem tud belőle küldeni, úgyhogy most, amikor jelentkeztem erre az új kötetre, aminek egyébként a fordítója teljesen véletlen Eszti, a Bukszalajgarán csatornáról, ez egy új japán kortárs történet, különös időjárás Tokióban. Nem sokat tudok róla, csak hogy valami régi tanárdiák viszony fog alakulni, de hogy nem aktív tanárdiák viszonyról van szó, 2001-es regényről van szó, én általában érdeklődök az iránt, ami japán, és a fülszöveg alapján érdekesnek tűnt. Na és akkor, amikor jött erre a könyvre kiajánló, akkor jeleztem a kiadónak, hogy szeretnék ebből egy példányt, és megírtam nekik, hogy ha esetleg találnak egy példányt belőle, akkor én ennek nagyon örülnék, mert hogy tényleg nagyon érdekel ez a kötet. Ez volt az, amiről azt meséltem nektek, hogy a főszereplő azért kezd el romantikus, régeskori romantikus regényeket olvasni, hogy megpróbálja visszahozni a feleségét, és nagyon tetszik ez a koncepció, általában nagyon jó pofa ez a kötet, úgyhogy nagyon érdekel, úgyhogy tök örülök, hogy végül lett belőle példányom.
ennyi lettem volna mára, mint ahogy azt említettem a videó elején, várok még két csomagot, ők igazán ideérhetnének, mert nagyon várom őket, arról majd lesz megint egy apró bukó videó. Összegző videóban pedig majd jelentkezem, hogy hogy tetszettek ezek a kötetek. Same old, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!